Akit foglalkoztat a 3D nyomtatás, azt minden bizonnyal foglalkoztatja a filament szállítás is. Éppen ezért engem is foglalkoztatott, így amikor megkeresett a FixDry az NT1 vagy Double NT1 elnevezésű gépükkel, gondoltam, hogy érdemes lenne megnézni, hogy mégis mi fán terem ez a filament szállítás. Annak ellenére, hogy a gyártó a weboldala alapján csak filamentszárítókkal és filamentekkel foglalkozik, eléggé szegényes a repertoár. A PLA kifogyott, PETG nem is volt. De van 3 filamentszárító, én ebből a legdrágábbat kaptam egy kartondobozban. Kibontva elsőként a borítással találkozunk, majd jön némi aprólék, és a meglepően könnyű alsó rész. A kicsi csomag tartalma egy tefloncső, egy műanyag darabka, és egy több nyelvű használati utasítás, mely magyar nyelvet nem tartalmaz. Maga a főszerkezet nem egy bonyolult dolog, középen van egy fűtőegység, elől egy hő és páraszenzor, míg a görgőkre mehet rá a filament. A műanyag lemezke pedig egy légterelő. A felső része egy szép füstös szürke burkolat, körben mindenfelé gumitömítésekkel, melybe a teflon csövet tudjuk beleaplikálni. A tápkábele fix, és amint áramot kap, alvó üzemmódba lép, ahonnét egyetlen gomb megnyomásával ébreszthetjük. Minek hatására világítani kezd a piros és kék 7-szegmenses kijelzőkből álló hőfokot, páratartalmat és időt megjelenítő kijelző. A menü gombot nyomkodva tudunk egyesével végig lépkedni a beállítandó értékeken, majd a plusz és a mínusz gombokkal állíthatjuk a hőfokot 40 és 70 Celsius fok között, valamint az órát és a percet 0 és 48 óra között. A használatához pedig nincs más dolgunk, mint levenni a fedőt és betenni a filamenttekercset. Csak hogy a fedőt igen nehéz leimádkozni, ami végül is jó, hiszen körben biztosan jól tömít. Filamentből a kilós tekercs jó bele, de a kisebbet már nem tudja fogadni, szóval maradjunk a klasszikus tekercsnél. A szárításhoz hőmérsékletet és időt kell állítanunk, melyhez kapunk egy irányadó táblázatot is. Beállítjuk a kívánt értéket, és várunk. A hőfok emelkedik, a páratartalom pedig csökken. De ez kicsit olyan, mint nézni, hogyan szárad a festék, úgyhogy helyette inkább lássuk, hogyan működik a készülék. Először is az alját tekintve, látunk rajta egy légbeszívó nyílást, e felett láthatunk, hogy találhatunk egy ventilátort, a felett pedig egy fűtőelem helyezkedik el. Igazából az alsó része nagyjából úgy működik, mint egy hajszárító. Alulról szívja be a friss levegőt, ezt felhevíti, és ezt a meleg levegőt fújja be ebbe a zárt térbe. Ha ez egy zárt tér lenne, akkor véges lenne a befújható levegő mennyisége, éppen ezért a tetejére elhelyeztek 8 darab furatot, ahol a felesleges levegő tud távozni. Erről középen helyet kapott egy páratartalom és hőmérséklet érzékelő, melynek értékeit láthatjuk is a kijelzőn. Ebből látható, hogy a páratartalom folyamatosan csökken, míg a hőmérséklet folyamatosan növekszik. Mindezt úgy, hogy valójában nem szárítunk semmit, csak üresben dolgozik a gép. Elvárható lenne esetleg, hogy legyen rajta egy víztartály, amit ki tudunk venni, és ki tudjuk belőle üríteni azt a nedvességet, amit ugye elvontunk a filamentből, mint mondjuk egy ruhaszárítógép esetében. Ez esetben azonban erre nincs szükség. A levegőnek ugyanis megvan az a remek tulajdonsága, hogy minél jobban felhevítjük, annál több nedvességet tud magában tartani. Éppen ezért, ha úgy nézzük, akkor ebben a belső térben valójában ugyanannyi nedvesség van, csak a benne levő levegő, mivel melegebb, ezért sokkal többet tud magába szívni, és valójában ott van benne a nedvesség. Az egy másik dolog, hogy ez is véges lenne, viszont nekünk végtelen szárítást kell létrehozni, éppen ezért, hogy alulról szívja be a friss levegőt, felül pedig fújja ki a nagyobb páratartalmú levegőt, ezért itt a felső lyukakon, hát talán, hogyha hidegebb lenne és olyan környezetben lennénk, akkor esetleg látszana, hogy itt fönt gőzöl és jön kifelé a gőz belőle, mint mondjuk egy teafőzés esetén. Azonban itt most kellemes bent a hőmérséket, itt csak azt érzem, hogy a meleg levegőt fújja ki, de ez valójában nagyobb páratartalommal is rendelkezik, éppen ezért a belső teret száraznak mondhatjuk. A párának pedig megvan az a remek tulajdonsága, hogy ha megfognánk egy két tekert filamentet és beletennénk ide, amely mondjuk nedves, akkor a pára ebből a filamentből, vagyis a nedvesség, megpróbál átjutni egy olyan helyre, ahol kevesebb van belőle. Ez pedig a körülötte levő levegő. Éppen ezért a filamentünkből távozik a nedvesség a levegőből pedig itt szépen fönt kipárolog és párásítja a szobát. Ami most nekünk mindegy, a lényeg az, hogy az eredmény egy tekert, két tekert, száraz filament. Lássuk például ezt a PLA-t, amelyet egy éjszakára vízbe áztattam. Tehát beletettem egy edénybe, és annyi vizet öntöttem rá, hogy ellepje. Következő reggel megmérve a teljes tekert súlya 338 g. Mehetett hát a szárítóba, közben pedig egy precíziós műszerrel mértem a készülék pontosságát. Közvetlenül a szenzor felett, amely nagyjából pontos is. Majd az idő lejárta után újra megmértem,
Ekkor már csak 334 gram, vagyis sikerült eltávolítanom 4 gram vizet ebből a nagyjából egynegyed tekercs filamentből, ami azért elég jelentősnek mondható. A filament szárításnak azonban vannak buktatói, ugyanis egy olyan anyagot melegítünk, ami alapvetően hőre lágyul, vagyis hát meg fogjuk olvasztani, amikor használni fogjuk. Ha túlhevítünk egy tekercs filamentet, akkor jó esetben csak meglágyul az anyag, rossz esetben akár össze tud olvadni, vagy veszít az át a vastagságából, és többet nem lesz egy egységes szálunk, hanem ez változó lesz közben, ami nyomtatáskor azért eléggé nagy problémát jelenthet. Éppen ezért nem célszerű csak úgy bedugni a sütőbe és rátekerni 250 fokra, hogy hát úgy pikpak meg fog száradni. Viszont szeretnénk minél nagyobb hőmérsékleten szárítani a filamentjeinket, hiszen ezzel sokkal jobban és gyorsabban ki tudjuk szárítani. Azonban figyelni kell rá, hogy mondjuk PLA esetében ez ne nagyon haladja meg az 50 Celsius fokot, mert e felett már meg tud lágyulni az anyag, és hogyha mondjuk egy ilyen filament szárítóban szárítjuk és meglágyítjuk az anyagot, akkor ugye az állított tekercsnél ez a filament itt arról kicsit úgy meg tud ereszkedni lefelé, megnyúlik, és nem lesz jó a végeredmény. Persze olyan anyagok esetén, amelyeket magasabb hőmérsékleten nyomtatunk, ezeket magasabb hőmérsékleten tudjuk szárítani is, ilyen módon például a polikarbonátot, vagy az ABS-t, vagy a nylont, azt 70-80, de akár 90 Celsius fokon is tudjuk szárítani, és nem fog károsodni az anyag, csak gyorsabban és jobban kiszárad. Pontosan ezek a hőfokok miatt lenne jó, hogyha egy olyan fűtőtesttel rendelkezne egy filament szárító, amely beállítunk egy hőmérsékletet, és nem egy fix hőt fúj ki, és ezt kibe kapcsolgatja, hogy tartsa egy a tér hőmérsékletét, hanem maga a befújt levegő is már olyan hőmérsékletű lenne, ami a maximális megengedett egy bizonyos anyag esetében. Nos, ebben nem ilyen hűtőszál van. Ez simán úgy éri el a megfelelő hőmérsékletet, amit beállítottunk rajta, hogy egy ideig fűt, aztán kikapcsolja, visszakapcsolja, kikapcsolja, mint egy általános sütő a konyhában. Éppen ezért nagyon fontos, hogy amikor használjuk a filament szárítót, akkor mindenféleképpen használjuk benne ezt a kis légterelőt, ugyanis ha ez nincs benne, akkor a fűtőszálunkról direktben fújja a filamentünknek az alsó részére, mivel ugye szárítás közben nem forgatja a filamentet, az fixen áll benne. Ezért direktben a filament alját fújja azzal a hőmérsékletű levegővel, ami onnét kijön. Szerencsére méréseim alapján ez nem több, mint 70 Celsius fok, így olyan anyagokat, amelyek kibírják ezt a 70 Celsius fokos hőmérsékletet, azt lehet úgy szárítani, hogy csak beletesszük és nem tesszük bele ezt a kis légterelőt. Azonban ebben az esetben viszont azt érjük el vele, hogy a filamentnek az alsó része sokkal hamarabb fog megszáradni, mint a felső része, és ha nem elég ideig hagyjuk benne és nem elég ideig szárítjuk, akkor igazából egy olyan filamentet kapunk, aminek 20 centie száraz, 20 centie meg nedves. Ez nyomtatás közben azért okozhat problémákat, és nem fogjuk tudni, hogy mi a fészkes fenéért van az, hogy egy réteg szép, a másik nem szép, és így sorakoznak egymásra jó és nem jó rétegek. Nos, ez amiatt van, mivel egy része megszárad, a másik része nem. Viszont PLA esetében mindenféleképpen kell bele ez a légterelő, mert ha ráfújjuk a 70 Celsius fokos levegőt innét direktben, akkor bizony a PLA-nk meg fog ereszkedni lefelé, és azt már nem tudjuk többet rendesen használni. Hőkamerával vizsgálva a dolgot látszik, hogy az órákon át tartó szárítás után sem melegszik fel túlzottan a filamentünk semmelyik pontja, de egyben az is látszik, hogy a filamentünk alsó része jobban felmelegszik, mint a felső. Ezáltal vélhetőleg az alsó rész jobban is kiszárad, mint a felső része, amely igazából nem feltétlenül okozhat problémát, mivel így is ki tud száradni mind a kettő, azonban az alsó rész egy kicsit hamarabb szárad ki, a felső pedig kicsit később. Így nem igazán ajánlatos kiszárított filamenttel rögtön nyomtatni. Az én véleményem az, hogy ezt a filamentet utána bele kéne tenni egy ilyen lezárható, vákumozható kis tasakba, amiben egyébként ugye árulják is a filamenteket, majd egy ideig úgy hagyni, hogy hát kiegyenlítődjen ez a páratartalom a filament minden egyes részében. Főleg, ha egy teljes új tekercs filamentet szárítunk, hát azért az egy 4-5 centi befelé a filamentekercs közepéig, hát az nem biztos, hogy ki fog száradni, a külső részét kezdi el szárítani, majd alulról szépen fokozatosan jön kifelé a nedvesség, de arra nem elég az a 4, 6, 7, 8 óra, amit a könyvében írnak, hanem szerintem napokig tart. Tehát a legcélszerűbb az, hogyha megszárítottuk a filamentünket, félretesszük, akár hogyha nagyon száradon szeretnénk tartani, akkor ezt néhány naponta megismételjük, és pár alkalom után, akkor már a teljes tekercsünk teljesen száraz lesz, és úgy tudunk vele nyomtatni, ahogy szeret. A másik dolog, ami miatt szerintem szárítás után meg kell várni, és egy ideig tárolni kell a filamentet, mielőtt használnánk, hogy magán a tekercsen eltérő hőmérsékletűvé válik a filament. Ami azt jelenti, hogy akár
talán 20 Celsius fok különbség is lehet az egyik és a másik része között, ami alapvetően egy 20 cm-es filament sáv, tehát egy nyomtatóba viszonylag elég hamar bele fog érni az extruderbe. Ami szintén okozhat problémákat, hogy nem is problémákat, mert nyilván meg kell olvasztani a filamentet és ugyanúgy tud vele nyomtatni, azonban nem ugyanaz az áramlási sebesség szükséges, ugyanaz az olvadás mellett. Tehát a melegebb filament kicsit hamarabb fog megolvadni, mint az a része, amelyik hideg. Ez pedig lehet, hogy hát nagyon finom nyomtatások esetén okozhat némi egyenetlenséget rajta, de alapvetően a legtöbb esetben igazából ezt nem veszük észre, de ha félretesszük egy 10 percre, hogy kicsit visszahűljön és utána nyomtatunk vele, akkor ezzel sem lehet probléma. Kipróbáltam egy olyan filamenttel is, amit nem áztattam be, csak simán a szobában tároltam általános páratartalom mellett. Nos, ezt is kiszárítva 2 g nedvességet ki tudtam vonni a filamentből. Összegzésül tehát működik a szárító, szárítja a filamentet, és nem is hevíti túl, tehát úgy működik, ahogy működnie kell. Sőt, ha használjuk hozzá a mellékelt kis teflon csövet, és beleaplikáljuk ide a kivezető nyílásába, és a másik végét csatlakoztatjuk mondjuk egy zárt terű nyomtatóhoz, akkor igazából úgy tudunk egy filamenttel nyomtatni, hogy nem is érintkezik a környezet levegőjével, így szárítjuk, és egyenesen megy bele a nyomtató fejbe, és véletlenül a teflon csőben ugye ugyanolyan száraz marad. A gyártó egyébként azt mondja, hogy amikor ilyen módon használjuk, tehát direktben nyomtatunk a szárítóból, akkor ezt a kis légterelő műanyagot nem is fontos benne hagyni. Én azt mondom, hogy ez a legbiztosabb, ha mindig benne van, mert sokkal célszerűbb egy filamentet egy száraz levegővel szárítani, mint egy 70 Celsius fokos forró levegővel folyamatosan csapatni az alját, és abban reménykedni, hogy ettől majd gyorsabban kiszárad. Hát ettől nem fog gyorsabban kiszáradni. Attól függetlenül, hogy ebből nyomtatunk, a szárítást ugyanúgy el kell végezni, használat közben ez csak arra szolgál, hogy szárazon tartsa a filamentünket. Mindezek ellenére, vagy mindezek tudatában merem ajánlani ezt a készüléket, mert igazából jól működik. Azonban, ha megnézzük a gyártó oldalán a képeket, akkor ott találunk egy diagramot, ahol 6 darab különböző filament szárító össze van hasonlítva. Ezen a diagramon, ha megnézzük, akkor bizony ez a szárító igencsak kiemelkedik a többiek közül, és egy rendkívül jó értékeket produkál. Ezzel a diagrammal van egy apró probléma. Egyrészt, hogy ez egy honfitársunk munkája, Igoré a MyTech Fan csatornától, ha még nem ismeritek, akkor mindenképpen nézzetek rá. Többek között ezt a készüléket is kipróbálta, kicsit bonyolultabb és összetettebb mérésekkel, és igazolja azt, hogy jól működik, vagy nem jól működik, szóval mindenképpen tekintsetek rá erre a csatornára. Szóval az a diagram tőle származik. A probléma csak az vele, hogy azon a diagramon, amikor ő tesztelte azokat a szárítókat, akkor nem a FixDry készülékét tesztelte. A FixDry-nál egyébként fogták, megnézték a videóját, nyomtak egy print screent, majd ezt a képet felhasználva átírták az Elbos nevet erre a FixDry névre, és onnantól kezdve úgy érzik, hogy az a grafikon az övékhez is jó. Igazából lehet, hogy ugyanazokat az értékeket produkálja, mert ha megnézzük a két filament szárítót, akkor az alsó rész dizájnjában egy minimálisan eltér, de egyébként a felépítését tekintve teljesen ugyanez. Szóval én elfogadom azt, hogy az értékek azok stimmelnek, és ugyanazt mérte volna Igor akkor is, hogyha ezt próbálta volna ki akkor abban a tesztben. De azért mégsem tartom egy teljesen jó dolognak azt, hogy csak így valahonnét valamilyen képet összeszedünk, valamit ráírunk, és kitesszük a weboldalra majomfogónak. No de ez nem az én problémám, csak gondoltam megemlítem, hogy ezt is tudjuk a gyártóról, hogy így jár el a dolgaival. Ami viszont a filament szárítást illeti, én eddigi nyomtatásaim során nem nagyon szárítottam a filamenteket, néha télen rátettem a kályha tetejére egy kicsit, hogy valamennyire megszáradjon, ha éppen nagyon nedves volt a környezet, de alapvetően nem szoktam szárítgatni őket, és arra jutottam, hogy ha egy megfelelő minőségű filamenttel dolgozunk, és egy megfelelően jól beállított géppel, akkor igazából nem annyira számít, hogy mennyire száraz a filamentünk, a végeredmény akkor is jól fog kinézni. Igaz, a kinézet nem minden, bizonyos anyagoknál a strapabíróságra is kihatással van, hogyha nedves, nem lesz olyan a rétegtapadás és hasonló dolgok. De alapvetően, ha csak PLA-val nyomtatgatunk, és különböző kis műtyürkéket akarunk vele kinyomtatni, amik csak jól néznek ki, és nem kell különösebb mechanikai tulajdonságainak lennie, akkor a filamentszárítás nem egy olyan égbe kiáltóan fontos dolog. Itt vannak előttem ezek a kis hajók, amelyek szárítógép használatával és nélküle készültek. Például nézzük először azt, amit ezzel a remek Kingron filamenttel, ami egyébként nem egy nagy minőség, de lehet vele nyomtatni.
Ezzel nyomtattam, miután beletáztatva, kivettem a vízből, sőt, annyira nedves volt, hogy a nyomtatáskor rá kellett csiptetnem egy papírtörlőt, hogy legalább a külső felületén levő vízcseppeket letörölje róla. Tehát azzal nyomtattam, és egyébként a Csidi Q1-es nyomtatójával ezt a kis hajót, amelyet igazából, hát tulajdonképpen egy nagyon minimális szálazáson kívül nem igazán látható más. Nem gondoltam volna, azt hittem, hogy egy nagy kupac semmi fog készülni úgy, hogy egész éjszakára vízben volt a filament, de igazából nem mondhatnám, hogy olyan jelentős problémája lenne. Vannak olyan gépek, amelyek hát a világ legszárazabb filamentjével sem tudnak így nyomtatni. Szóval nagyon sok múlik azon, hogy milyen géppel és milyen filamenttel nyomtatunk. Természetesen utána szárítottam rajta 8 órát, hát mondjuk felére csökkent a szálazás mértéke, de kicsit hát nem érzem annyira hát megérősnek azt, hogy 8 órán keresztül működik ez az egyébként 100 watt teljesítményű készülék, és hát a nagyon kevésből egy még nagyon kevesebb szálazás van rajta, nem látom értelmét. De azért próbaképpen, hogy hát, ha még tudok javítani a dolgon, még 8 órán keresztül szárítottam, és úgy nyomtattam ki vele a harmadikat, amelynél hát az első 8 óra és a második 8 óra között igazából szemre az ég adta egy világon semmilyen különbséget nem tudok észrevenni rajta. Egyetlen szálazás van az ajtónak a középső részén, de az mind a kettőn ugyanott jelentkezik. Tehát a vízbeáztatott PLA filamenten annyit nem javított a dolog. Ugyanezt elvégeztem a piros levegőn, vagy a szobai levegőn tárolt filamenttel. Ennél egyáltalán nem láttam azt, hogy bármilyen negatív tulajdonsága, vagy negatív hatása lenne a szobai páratartalomnak. És semmi nem is javult azáltal, hogy szárítottam először 8 órát, majd utána még 8 órát. Ha most így elém tennék ezt a három kis hajót, és nem emlékeznék, hogy milyen sorrendben nyomtattam őket, nem tudnám megállapítani, hogy melyik mikor készülhetett. Az rendben van, hogy a két szállítási ciklus között semmi különbség nincs, de hogy az alapvetően elsőre kinyomtatott kishajó és a másik kettő között sincsen semmilyen különbség, arra azért nem gondoltam volna. Tehát az én véleményem szerint PETG, PLA és hasonló dolgok esetén nem igazán van szükség a szállításra, sokkal fontosabb az, hogy azért egy megfelelő körülmények között tároljuk őket, tehát legyenek benne egy ilyen lezárható tasakba, amivel kapjuk is őket, esetleg mellé lehet dobni egy-két nejed meg zacskót, az sosem árt, melyeket mellesleg be lehet tenni a sütőben néha egy kicsit kiszárítani, és ez a tárolás tekintetében tökéletes. Más a helyzet akkor, hogyha az ember olyan anyagokkal nyomtatna, amik egy kicsit különlegesebbek, hogy úgy mondjam. Mondjuk TPU esetén, hát rájöttem arra, hogy a TPU-nál a szárítás nem olyan sokat számított, viszont nagyon sokat számított az, hogy a szárításkor meleg volt a filament, tehát fel volt hevülve majdnem az egész tekercs, nagyjából 50 fokra. Ez ugye egy igen puha TPU filament volt, plusz a nyomtatót még sütötte is a nap, miközben nyomtattam bele, és egyszerűen nem tudott az extruder mit kezdeni ezzel a nagyon puha anyaggal, szóval sokkal többet rontott a dolgon az, hogy fel volt hevülve a TPU, mint az, hogy valamennyi nedvesség esetleg volt benne. A végeredmény egyébként nem olyan borzasztó, de hát ne ilyen bencsiket nyomtatgassunk abból a nagyon puha TPU-ból. Igazán nagy haszna viszont például polikarbonát esetében van. Habár első ránézésre így a két kis hajó között szintén nem nagyon látni különbséget, úgy, hogy a polikarbonát a szobában volt tárolva egy-két napig, nyomtattam bele, majd talán 12 órát szárítottam, és nyomtattam bele még egyszer. Ez esetben nem igazán látok közte különbséget magának a nyomtatásnak a minőségében, azonban a jelentős különbség ott jelentkezett, hogy egyszerűen a nem szárított polikarbonát nem tapadt olyan jól a tárgyasztalra. Úgyhogy ilyen esetekben van jelentősége a szárításnak, korábbi tapasztalataim alapján is főleg polikarbonátnál fontos a szárítás, akárcsak a nylon esetében. Ezeket kell szárítani, de amíg az ember PLA-val dolgozik, addig én azt mondom, hogy nem annyira sarkalatos pont ez a szárítás, mint amennyire túl gondolja az ember, mert egyszerűbb ráfogni egy filamentre a problémát, tehát ha kinyomtatunk vele egy, akár egy kis hajót, vagy bármit is, ezt az egészet beszálazza a nyomtató, hát akkor biztos, hogy meg kell szárítani a filamentünket, de valójában, hogyha kipróbáljuk és kiszárítjuk a filamentet,
Nem fog annyit változni, sokkal többet számít a nyomtatónk beállítása. A szárító tehát minden tekintetben jól működik és szépen teszi a dolgát, úgyhogy ha az ember olyan anyagokkal szeretne nyomtatni, amelyeket kell szárítani nyomtatás előtt, akkor egy jó választás lehet ez a készülék. Én azt a hiányosságot tapasztaltam rajta, hogy van ugye egy tápkábelünk, egy madzagunk, amit bedugunk a konnektorba, viszont nincsen rajta semmilyen főkapcsolónk. Tehát ha ezt bevondjuk a konnektorba, akkor alvó üzemmódban van. A gyártó azt is javasolja, hogy ha nem használjuk, akkor húzzuk ki a konnektorból, de mondjuk ha ez be van építve valahova, vagy be van szerelve az asztalra, akkor nem mindig akarunk bemászkálni mögé, hogy kihúzzuk a konnektorból. Ezért egy kattanós főkapcsoló nem lenne rossz rajta, mivel így alapból, hogyha nem működik, de azért be van dugva a konnektorba, akkor egy 2 wattos ilyen passzív áram felvétele azért van, ami nem feltétlen fontos, hogy legyen, plusz minek legyen áram alatt, hogyha nem muszáj. A másik dolog, hogy ezek a görgők, amik benne vannak, nagyon nagyszerű, hogy 4 külön görgőt kapunk, tehát 2 tekercs filamentet teljesen külön tudunk benne használni, így akár 2 nyomtatóval egyidejűleg 2 tekercs filamentről tudunk nyomtatni, és ezek külön tudnak benne forogni. Ami nagyon nagyszerű dolog, viszont ezeket a görgőket jó lenne, hogyha esetleg lehetne állítani és közelebb tenni egymáshoz. Ezáltal lehetne vele szárítani kisebb tekercs filamenteket is, mert lehet, hogy vannak olyan anyagok, amiből az ember nem vásárol meg 1 kilós filamentet, mert nincs rá szüksége, hanem mondjuk 250 grammosat, és ezek pont olyan anyagok, amelyeket szárítani kell, mert különleges anyagok, és ezeknek a különleges anyagoknak általában az ára is több, tehát lehet, hogy ebből kisebb tekercset fog megvenni az ember, és ezt nem tudja benne megszárítani. Mindezek ellenére bátran merem ajánlani ezt a készüléket, ha az ember filamentet szeretne szárítani, akkor lehet, hogy ez egy jó választás, viszont most megköszönöm a megtisztelő figyelmet, és a legközelebbi alkalomig. Sziasztok! Thank you.